Mennyire megy úgy általában a korcsolyázás? Az irányváltoztatás közbeni passzolás, támadás után nem felejtenek el a lurkok védekezni, fel tudják-e emelni a korongot a csatárok és más játékosok a kapura lövéseknél? Ilyen és ehhez hasonlatos technikai elemeket figyeltek az edzők a legkisebb korosztály szekszárdi dél-dunántúli regionális tornáján. A házigazda szekszárdiak mellett Bajáról és Pécsről érkezett csapat. Köszönhetően annak, hogy a szekszárdiak két csapatot is fel tudnak vonultatni az újonc és a kezdő kategóriában az U8-tól az U10-ig bezárólag, így ezen a szombaton két szekszárdi csapat is szerepelt. Így amikor egymás ellen játszottak, szükség volt még egy edzőre, nevezetesen Kakas Krisztián, a szakmai munkát irányító vezetőedzőre is beúróként. Az U10-es korosztályt a szekszárdi jégmadaraknál továbbra is Gergely Tibor viszi. Hál' Istennek fejlődik az egyesület, és egy picit jó irányba kezdtünk indulni, és jönnek az új gyerekek, és úgy azt látom, hogy egyre kevesebb a lemorzsolódás. Az újakról még nehéz nyilatkozni, de azt látjuk, hogy egyre jobb, a családiasabb a hangulat, beéleszkednek a régiek közé. A szekszárd-baja jégkorong együttműködés már régebbi múltra tekint vissza. Volt idő, amikor csak odaállt volt egy valamire való fedett csarnok, szekszárdon egyáltalán nem. Az utóbbi évtizedben e tekintetben szekszárd került némiképpen forma. A jó, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat hozzájárulhat egy későbbi, magasabb utánpótlás korosztályban indítandó közös csapat létrehozásához is egy komoly országos bajnokságban. Hát együtt próbálunk álmodni egyelőre, úgy néz ki egyébként előbb-utóbb össze is fog jönni. Most a következő szezonban talán a 14-es korosztályban már együtt fogunk indulni, a szekszárd neve alatt gyakorlatilag, úgyhogy meglátjuk, hogy a későbbiekben ebből a csapatból majd mit fogunk tudni kihozni. Itt az első éves serdülőknél már mindenképpen számít az eredmény, de a lurkoknál U10-ben, vagy ez alatt megvan tiltva az egymás elleni meccseken a gólok számolgatása, nem is működik az eredményező. Persze a gyerekek magukban azért számon tartják. Ám az edzőnek szigorúan tilos bármit is mondani e tekintetben. Őszinte leszek, én az eredményt azt nem tudnám megmondani, tényleg nem számoljuk az eredményt. Azt kell, hogy mondjam, én mindig arra inspirálom őket, hogy nálunk az számít egy jó játéknak, amikor egy paszt követően szerzünk gólt. Ez most egyébként hál' Istennek eddig ma sikerült. Az U10-es korosztályhoz tartozó szekszárdi kis jégmadarak is nem egyszer, nem kétszer bevették passzolás után az ellenfél kapuját. Többek között ezért, de legfőképpen képzettségük okán egyre több gyerek lép fel az U12-be, onnan pedig az U14-be. Sandi Tamás, Gergely Tibor, Kakas Krisztián, edzői trió, és persze a sportágukért, gyermekükért lelkesedni tudó szülők nem kis örömére.